Évindító találkozóra hívták a vállalkozókat, intézmény és civil szervezeti vezetőket Sárospatakon. A polgármester és a térség országgyűlési képviselője már második alkalommal tartottak közös rendezvényt januárban, azért, hogy visszatekintsenek az elmúlt évre, és tájékoztatást adjanak az adott időszak feladatairól, lehetőségeiről. Hörcsik Riád azt mondta, ugyan Brüsszel akadékoskodása miatt több pályázati kiírás bírálata is késlekedik, de a napokban már utoléri magát a rendszer, és 2017 az uniós források biztosításáról és a fejlesztésekről fog szólni. Ezek a lobbizások, amiket közösen végeztünk, úgy hiszem, hogy most már látszik 2017 évben, hogy ezek megvalósulása elkezdődik. Tehát ennek a megvalósításában számítunk, én legalábbis polgármesterről együtt minden helyi vállalkozóra. Mi azon vagyunk, természetesen van egy szent tehén, a közbeszerzés, amit mi nem tudunk befolyásolni, de mi azon vagyunk, hogy megpróbáljunk minden egyes pataki vállalkozót, aki érintett, hogy ezeknél a munkálatoknál vegyen részt. Csak Sárospatakon önkormányzati és intézményi pályázati előkészítések eredményeként 10 milliárd forintos fejlesztés várható. Az egyszerűnek mondható gépjármű beszerzéstől a Rákóczi vár felújításáig, utak rendbetételén keresztül a foglalkoztatási programok beindításáig, a fürdő fejlesztését is beleértve. Örömmel adtam tájékoztatást a közélet szereplőinek arról, hogy megközelítőleg 10 milliárd forint értékben nyújtottunk be ebben az évben pályázatot. Ebben topos pályázatok vannak, ebben derogációs pályázatban van, ebben a művöldés házának a felújítására vonatkozó összeg szerepel, ebben szerepel a református kollégiumnak a több mint 1 milliárd forintos sportcsarnok építési terve is. Tehát összességében ez az összeg ez mutatja, hogy az a munka, amelyet a kollégáim elvégeztek a pályázatok előkészítésével kapcsolatban, az nagyon komoly, és már látható is, hiszen az első pályázatoknak a előelbírálása megtörtént, hogy a 2017. év sem lesz sokkal könnyebb, hiszen ha ezek a pályázatok beindulnak, az ide vonatkozó közbeszerzési eljárások betartásával a vállalkozók kiválasztásra kerülnek majd, tehát óriási munka lesz ezeknek a koordinálása és lebonyolítása is, de ezt örömmel tesszük, soha nagyobb problémája ne legyen az önkormányzatnak. A járási hivatal vezetője pedig arról tájékoztatta a megjelenteket, milyen közigazgatási változások léptek életbe január 1-től, amelyek a vállalkozói, gazdálkodói és civil szférát is érintik.